Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök aktuális című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Mai műsorom vendége Albert Csaba, a Hargita megyei Önkéntes Tűzoltók Egyesületének az elnöke. Szeretettel köszöntöm a stúdióban, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, köszönöm én is a meghívást, szeretettel köszöntök mindenkit. Ennek a mai beszélgetésnek több apropója is van, de hogy egy picit képbe kerüljünk, mit kell tudnunk az Egyesületről? Csak röviden, hogyha összefoglalná nekünk. Hát röviden megpróbálom, nagyon nehéz, de megpróbálom. Ez az Egyesület tulajdonképpen egy országos szabályrendeletnek az értelmében jött létre 1995-ben. Az országos szakhatóság rendeletet bocsájtott ki, hogy minden megyébe meg kell alakítani az önkéntes tűzoltó egyesületeket, amelyek tulajdonképpen az önkéntes és a privát szférában működő tűzoltóságokat, tehát a civil szférás tűzoltóságokat összefogja. De akkor itt rögtön közbe is vágok, hogy mi alapján hoztak ilyen rendeletet, hogy kötelező? Miért gondolták, hogy ez kötelező? A hivatásosok esetleg nem voltak úgy felkészülve, vagy nem tudtak úgy kiterjesztve dolgozni? Én gondolom, hogy ez annak az eredménye, hogy a 95-ös években, hogyha visszaemlékszünk, akkor kezdődtek a nagy privatizálások. Akkor történt az, hogy vagy minden csoportosult össze egy nagy csoportba, vagy minden bomlott szét. Tehát minden szabályrendeletet cseréltek át, úgy a tűzvédelembe, a katasztrófavédelembe, és minden szabályrendeletet ebbe az időszakba cseréltek át. És hát úgy érezték, gondolom, a szakhatóság, hogy egy picit ez a réteg, az önkéntes, önkormányzati tűzoltóságok, meg a privát szférában működő tűzoltóságok, ezek egy picit olyan érdekvesztettek lettek. Tehát nem, úgy tűnt, mintha nem tartoznának sehová. Habár egy országos törvény akkor is létezett, viszont olyan nagyon-nagyon mostoha sorson voltak, úgymond idézőjelben bántak velük, úgyhogy hát ugye az önkéntes tűzoltóságok kellett volna tartozanak az önkormányzatokhoz, amelyikbe érdemben nem igazán tartoztak, nem törődtek velük. A privát szférában működő tűzoltóságok viszont az üzem, a vállalathoz, amelyik működtette őket törvény szerint. És átalakulóban volt ez az egész törvény, hogy ne vesszenek el a nagy törvény módosításokba ezek a szervezetek, úgy gondolom, hogy azért kellett létrehozni. De azt el tudom mondani, csak úgy zárójelbe, hogy ilyen önkéntes tűzoltó egyesületet ez a szabályzat szerint, ugye, ami 95-ben kijött, hát azt hiszem, hogy túlzás nélkül azt hiszem, hogy mi voltunk az egyedüliek Hargita megyében, akik ezt bejegyeztettük tulajdonképpen. Ugye egy ilyen időszakonként mai nap is van, hogy a hivatásos megyei parancsnokság összehívja az önkéntes, önkormányzati, meg a privát szférában működő tűzoltóságokat, és vannak ilyen oktatások, fél éves oktatások, képzések, gyakorlatok velük, és pont az abba az időbelibe is egy ilyen időszakba lett az eredménye, hogy ezt az egyesületet bejegyeztettük ezzel a célra. Értem. Milyen a viszony egyébként a hivatásos tűzoltók és az önkéntesek között? Hát azt hiszem, hogy ebbe is élen járunk, tehát én azt mondom, hogy legalábbis még nem láttam ilyent, hogy nekünk az egyesületnek egy írásos protokollunk van a hivatásos parancsnoksággal, a megyei parancsnoksággal, amiben szintén nagyon világosan le van írva az, hogy kinek mi a feladata, ki mit csinál, ki milyen módon működik együtt egymással, tehát az önkéntes szervezetek, egyesület, hivatásos közeg. Mi idővel, hogy mondjam, úgy átalakultunk egy ilyen összekapcsoló híddá, egy ilyen összekötő híd lettünk az egyesületek, az önkéntes tűzoltóságok, szervezetek, meg a hivatásos parancsnokság közt. Ugye sok feladat olyan van, sok feladatkör van olyan, amiben nem biztos, ezek az önkéntes tűzoltóságok is folyamatos mozgásban vannak, tehát önkéntesek mennek el, jönnek, bővül a személyzet, csökken, cserélődnek ki emberek, stb. Ugye a hivatásos
parancsnokságnak mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer van ideje, hogy ezeket lebeszélje. Azon kívül vannak a rutin dolgok, amiket ők ugye belső szabályként végeznek. Viszont úgy gondoltuk, hogy ez nem elég, tehát ki kell tölteni ezt az űrt egyebekkel. Most ha például a képzésekről beszélünk, oktatásokról egy picit... Igen, jó lenne, akkor, egy picit bővebben, hogy tudjuk, hogy is történnek. Akkor ez úgy működik, hogy a hivatásos parancsnokság most már, hát azt mondom, hogy 95-től errefelé, hogy mondjam, rengeteg sok lobbin, rengeteg sok ilyen beavatkozáson, meg különböző, hogy mondjam, beszélgetések alapján próbáltuk meg összhangba hozni, hogy valahogy együttműködjenek a hivatásosok, meg az önkéntesek, mert a cél ugyanaz. Itt Hargita megyébe nagyon jó megértették. Máshol nem igazán tudom, hogy működne országos szinten. Itt viszont nagyon jó megértették, és tudják azt, hogy szükség van ezekre az önkéntes mentőszervezetekre. Úgyhogy akkor ők, amit csinálnak évente egyszer vagy kétszer, az általában elméleti oktatás. Tehát vagy beülnek egy terembe, és 6-8 órán keresztül mondják törvény, jogszabály, mit kell betartani, azt kivetítőn, ilyen, olyan, amolyan. Mi azt mondtuk, hogy ez nem elég, nem igazán elég ez. Kell találni egy olyan megoldást, hogy azt, amit elméletbe dolgoznak, azt gyakorlatban is próbáljuk meg. Ugye egy tűzoltónak, pont úgy, mint egy autóversenyzőnek vagy egyebeknek szüksége van az adrenalinra, tehát neki ugye békeidőben arra törekszünk, hogy ugye minél kevesebb tüzeset, minél kevesebb sürgősségi helyzet legyen, akkor mégiscsak a tűzoltónak valahol ki kell próbálja magát, tehát valahol kellő mozogjon, valahol kell érezze a füstöt, a lángot, a hőt, a egyebeket, és akkor gondoltuk el, és így ennek kapcsán képzeltük el, hogy megcsináljuk ezt a képző pályát, képző poligont úgymond, ahol gyakorlatban is ki tudják saját magukat próbálni ezek a tűzoltók, a szeszközeiket, a felszereléseket ellenőrzött módon, tehát kontrollált rendszerbe az egészet. Úgyhogy ezen kívül a hivatásosok 3 évre visszamenőleg, 3-4 éve, azt hiszem, hogy működik az, hogy mikor ők gyakorlatoznak zónánként, ha Gyergyói medence, ha Udvarhely, ha Csíkszereda, akkor behívják a laktanyák udvarákra tulajdonképpen ilyen 4-5-ös sorrendbe az önkéntes tűzoltóságokat, ahonnan bemegy egy csapat, 5-6 személy, és velük együtt gyakorlatoznak ott az udvaron. De még ez sem elég, tehát kevés ehhez, ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek, és ezért van ez a gyakorló pálya is, amin azt mondtuk, hogy hát ez eredményesen kéne működjön. Van egy olyan megszabott időintervallum, hogy mennyi ideig kell tartson egy képzés? Egy önkéntes tűzoltónak a képzése években, értem, vagy hónapokban, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, vannak órák, megvannak, hát ugye itt nálunk ez nincs leszabályozva világosan még. Viszont mi, ugye, hogy már egy jó pár éve, 10 évekbe lehet visszamenni, együttműködés van a magyarországi hasonló szervezetekkel, úgy tőlük át tudtunk venni olyan képzési anyagot, meg olyan programokat, ha órákról beszélünk, olyan képzési oktatási órákat, hogy azok hatékonyak legyenek. Itt a román jogszabály szerint itt le kell vizsgázni, tehát ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó legyen valaki, ahhoz el kell végezni egy kurzust, ami áll elméleti, gyakorlatiból. Itt is úgy vagyunk, hogy van egy csomó elmélet, és van egy kevés gyakorlat, holott mi pont fordítva látnánk ezt az egészet, viszont nem ez a lényeg. 123 órás, azt hiszem, ez a képzési program, amivel ő kap egy bizonylatot. Tehát egy bizonylat, ami őt tulajdonképpen szakmásítja abban a szakmában, amiben dolgozik. De ugyanígy van a tűzoltóparancsnokkal, meg egyéb technikai kollégákkal, akik ebben dolgoznak. Tehát jogszabály létezik erre. Csak ugye ő azzal, hogy kap egy ilyen aktát, ő azzal még csak annyit csinált, hogy hivatalosította magát abba a valamibe, amiben dolgozik. De attól még lehet, hogy ő nem tud annyit, amennyit kellene. Tehát ezért van az, ugye, és bármilyen, tehát lehet bármilyen
bármennyi régisége, éve vagy valami, az a folyamatos mozgás, az a folyamatos pörgés, az a folyamatos gyakorlat, az arra szükség van, az kell neki. És miből tudja az önkéntes tűzoltó egyesület finanszírozni ezeket a képzéseket, vagy ugye ezeket a gyakorlatokat, hiszen az is pénzbe kerül? Igen, mint minden ilyen nem kormányzati szervezet, hogy úgy mondjam, pályázatokat pályázunk mi is, ahol lehetséges, mindenhol, ezekre az oktatási programokra, képzésekre, azon kívül támogatóink vannak, akik ugye szívvel, lélekkel mellé állnak és támogatják ezt, azon kívül bekapcsolódnak, hát ugye mindenkinek az érdeke ez, bekapcsolódnak az önkormányzatok tulajdonképpen, amikor például egy közös gyakorlatról, vagy egy közös rendezvényről van szó, ahol tudják, hogy az önkormányzati önkéntes tűzoltóságok vannak ott, akkor persze, hogy beugranak ők is, úgyhogy nagyjából innen jönnek a források. Tehát akkor igazából a pályázatok hoznak nagyobb pénzt, mert gondolom, hogy nem a kisebb jellegű támogatások. Mire szoktak pályázni? Hát, tehát külön oktatásra, igen, azt értettem, meg felszerelésre gondolom. De hogy vannak nagyobb jellegű pályázatok és nagyobb összegről szóló pályázatok? Igen, hát ugye ezek a pályázatok most úgy vannak, hogy nekünk idáig, ahonnan tulajdonképpen stabilan tudunk mai napig pályázni, az mindig a Hargita megye tanácsa. Tehát itt már egy jó pár éve elkezdődött ez a támogatási, pályáztatási folyamat ezeknek az önkormányzati tűzoltóságoknak. Most csak akkor az önkormányzati tűzoltóságról beszélünk, a privát szféra, a civil tűzoltó, a privát tűzoltóságok azok kiiktatódtak. És az önkéntes, az önkormányzati tűzoltóságok pályáznak, sőt, minden évben, ugye most már 8-9 éve visszamenőleg, és hát azért ebből úgy évente szépen lehet gyarapodni, tehát hogyha összeszámoljuk ezeket az értékeket, nem nagy összegek, viszont azt mondjuk, hogy jobban semminél. Most megint kihangsúlyoznám, hogy több mint bizonyos, hogy ebbe is országos szinten élen járunk, mert így kivetítve, szervezetten, hogy egy megyei önkormányzat, egy megyei tanács ennyire ezt a kategóriát támogassa ilyen pályázatokon keresztül, nem tudok még, hogy létezne Romániában. Úgyhogy ebbe is úttörők vagyunk. Tehát mi, hogy mondjam, látszik is ennek az eredménye. Tehát nagyon jó látszik, mert én, amikor ez az egyesület jegyződött be, én már akkor tűzoltó voltam, és én azóta tudom figyelni, és figyelem a változásokat, és a folyamatokat az egész megyében, ami történik. Hát ez csak úgy egy mondatban óriásit fejlődtek, óriásit az önkormányzati tűzoltóságok. Ehhez hozzájárult az, hogy a mindenkori település vezetők rájöttek arra, önkormányzatok, polgármesterek, hogy rájöttek arra, hogy mennyire fontos az, hogy településen belül működjön egy ilyen mentőszervezet, ami még önkéntes is. Tehát nem kerül ki tudja mennyi pénzbe, nem kerül anyagi ráfordításba, ki tudja anyagi ráfordításba, biztos felszerelések meg mit a megyebek, de nagy költségek, emberi költségek, személyzeti költségek nincsenek, és ezek az emberek szívvel, lélekkel csinálják azt, amit csinálnak. Tehát felfedezték azt, és nem csak a mentési akciókban, hanem bárhova. Ez egy olyan stabil kategória, ez az embercsoport, ami egy ilyen 20-25-30 emberből áll, akire egy településen belül egy önkormányzatnak mindig lehet számítani. Nonstopban. Ezek az emberek megtanulták azt, hogy nekik helyt kell állni, ha ünnep van, ha vasárnap, ha szombat, 24 órából 24-et, és végzik a feladatukat. Úgyhogy ez egy nagyon nagy biztonság a település vezetőknek. Ezért pedig megadnak ők is, ami tőlük telhető, mindent, hogy működjenek. Úgyhogy én azt mondom, hogy itt az önkéntes tűzoltóságoknak a sorsa, hát egy kevés kivételen azért van egy pár kivétel, de rendeződni látszik, hogy mondjam, egy folyamat, de viszont rendeződni látszik a sorsuk. Értem, és most aláírtak egy nagyon fontos együttműködést
ugye a hegyi és barlangi mentő, az önkéntes hegyi és barlangi mentő csapattal, hogyha jól tudom. Igen. Miről szól ez az együttműködési szerződés? Mi ennek az előnye? Miért volt erre szükség? Mi úgy láttuk, hogy ugye most akkor még egy picit visszatérek a finanszírozásokra. Ugye van az a kategória, hogy megyetanács, pályázat, de van egy másik kategória, amit két évvel ezelőtt indítottunk el. Idáig két évvel ezelőttig nem igazán volt sikere, viszont sikerült megnyerni egy Európai Uniós pályázatot a Budapesti Tűzoltó Szövetségen keresztül, az igaz. Tehát tudjuk azt, hogy a magyarországi kollégák, a magyarországi bajtársaknak szívügye az, hogy Erdélyben jól működjenek ezek a tűzoltóságok, és fölkarolják minden lehetséges eszközzel, hogy tényleg tudjunk jól együttműködni, és haladjunk mindenki előre. Így az történt, hogy velük együtt partnerként részt veszünk egy pályázatban, ami kimondottan oktatásokról szól, és hat ország van ebbe a pályázatban, és úgy látjuk ennyi idő után, mert ugye a pályázatban mi is, nekünk is meg volt a része egyébként, a megyetanács is partnerként benne van ezekben a pályázatokban, ami egy nagyon jó dolog. És úgy láttuk, hogy az Európai Unió az ilyen pályázatokat most már úgy kezeli, hogy nem azt mondja, hogy polgárvédelem, vagy nem azt mondja, hogy tűzoltóság, vagy nem azt mondja, hogy hegyi mentő, vagy mit tudom én, hanem egyáltalán az egészet mentőszervezetnek nevezi. És neki az a jó, hogyha a civil szférából minél több ilyen civil szervezet összeáll, és minél kompaktabban működik, és úgy nyújtanak be pályázatokat. Úgyhogy ezzel láttuk azt, emellett még sok közös feladatot megtaláltunk a hegyi mentőkkel oktatás szempontból, tehát rengeteg minden van, ami úgy a tűzoltóságnál, vagy úgy a tűzoltóságon belüli mentőszervezeteknél szükséges, amit a hegyi mentők végeznek. Tehát össze tudtunk hangolni egy jó pár olyan pontot, amiben tudunk mi, megtaláltuk az együttműködést. Egyébként Szentegyházán ennek a protokollunknak az egyik alapja az, hogy a Szentegyházán kialakítandó gyakorló bázison, ott ők is tudnak gyakorlatozni, az ők szakmájukat tudják gyakorolni, meg tudják fejleszteni. Azon kívül persze együttműködnek az önkéntes tűzoltó személyzettel, és átadják egymásnak ezeket a úgymond jó gyakorlatokat, ugye, amiket egyik a másiktól átvehet. Ez volt az egyik fontos szempont, a pályázatok. Most pont kedden adtunk le egy második pályázatot, egy 400 ezer eurós pályázatot, az is ilyen transzfrontális mentési együttműködés tulajdonképpen, ahol már a vízi mentés benne van, búvár víz alatti mentések vannak benne, mindenféle kategóriáját átfogó. Úgyhogy nekünk pont jól jött ez az együttműködés a hegyi mentőkkel. Ez nagyon jó, ehhez gratulálok. Hozott nekünk nagyon szép kiadványokat, ugye egy 150 éves a Magyar Tűzoltó Szövetség, és van egy másik nagyon szép könyvünk, erről egy picit, hogyha besélne nekünk. Van egy nagyon jó együttműködésünk a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, aki tulajdonképpen Magyarországon a civil szférát átfogja, tehát nagyjából a mentőszervezeteket ő fogja át. Érdekesen vannak megszervezve, erre most nem térek ki, viszont jó lenne, ha itt is így lenne, de attól függetlenül az együttműködés az nagyon jó, úgyhogy kölcsönösen veszünk részt rendezvényeken, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, nem beszélve arról, hogy szakember csoportjuk van, akik idejönnek, oktatnak, tanítnak, elindítottunk egy képzők képzése programot, ami azt jelenti, hogy minden tűzoltóhoz nem tudunk eljutni, viszont minden tűzoltóságtól kiszedtük azt az egy szemét, akit oktatunk, aki majd hazamegy, ő oktatja a kollégákat. 150 éves a Magyar Tűzoltó Szövetség, 150 éves lett a tavaly.
De mivel, hogy 2020-ban ugye ez a pandémia miatt nem lehetett semmit, hát egy hatalmas nagy rendezvényre készültek, minden lefújódott. Most az idén, ugye most egy pár nappal ezelőtt, hogy egy picit enyhítettek Magyarországon is, úgy akkor térnek vissza, és szegmensenként közösen ünnepeljük meg a Magyar Tűzoltó Szövetségnek, de egyáltalán a Magyar Tűzoltóságnak a 150 éves létét. Ez ránk miért van kihatással? Azért is kihatással van, mert ha visszamegyünk a történelembe, akkor itt szép lassan Erdély szinten felfedeztük, és fel tudjuk fedezni, ugye, hogy mi járunk tűzoltóságokhoz, és elkezdték, ugye most már ebből egy divat lett, hogy mindenki a régi eszközöket, dolgait, mindenki megpróbálja, hogy mondjam, feltérképezni és vigyázni rá, úgy aktákat, dokumenteket, hát itt találunk meg olyan tűzoltóságokat, amelyek az 1870-es évektől működnek, tehát abban az időben ugye más szelek fújtak, úgyhogy a közös kapocs az megvan. Nem beszélve, hogy rengeteg a mostani, a modern, ugye pályázatokat csinálunk, készítünk együtt, de minden oktatási programban részt vesznek, úgyhogy illik velük közösen ünnepelni ezt. És hát épp most egy pár nappal ezelőtt, 10 nappal ezelőtt voltam Magyarországon, tehát most ami történik, az, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség szervezi meg, ami most már hagyományossá vált, a harmadik Kárpát-medencei tűzoltó fúvó zenekaroknak a találkozóját. És akkor ennek a megszervezésére voltunk kint, ami július hónap folyamán lesz, Kecskemét főterén, ahol az egész Kárpát-medencéből tűzoltó fúvó zenekarok vesznek részt. Innen fogja képviselni a megyét, azt hiszem, hogy 4, ha jól tudom, Keresztúri zenekar, a Szentegyházi, a Szentdomokosi, Csíkszentdomokos, meg azt hiszem, hogy Kozmás, Csík-Kozmás. Úgyhogy büszkék vagyunk erre, és hát tényleg itt ezen egy ilyen fúvó zenekar fesztiválon, ha úgy vesszük, akkor itt azért a magyar országos szereplők, közszereplők is mindig azért képviseltetik magukat, tehát egy egész nagy rendezvény. Ennyi dióéb a Tűzoltó Szövetségről. Ez a könyv pedig ez egy másfél éves munkánk eredménye. Balázs Árpád krónikásunknak köszönhetően az Udvarhelyszéki Önkéntes Tűzoltók krónikája. Úgy tudjuk, ez egy régi álmunk, hogy nem igazán volt még példa arra, hogy a történelembe valaki leírja az önkéntes tűzoltóknak a történetét. Szegmensek léteznek, újságcikkek meg egyebek léteznek, nyilvántartások léteznek, de így, hogy egy könyvbe összefűzzék, így nem igazán sikerült. Úgyhogy egy másfél éves munka eredményeként meg tudtuk azt csinálni, hogy egy igényes könyvecskét tudtunk. Ez egy nagyon értékes munkának látszik, igen. Összeállítani Balázs Árpád kollégánkkal. Ami most az ígéret az, és ami most dolgozunk, az, hogy tulajdonképpen egy borzasztó nagy munkának az eredménye csak az udvarhelyszékieké. Most, hogy végeztünk ezzel, azt mondtuk, hogy most dolgozik a Csíki medencén, és amikor végezett, akkor majd megy át a Gyergyói medencébe, megyünk. És akkor azt fogjuk mondani, hogy a Hargita megyei önkéntes tűzoltóknak a krónikája 3 kötetbe fog megjelenni. Tehát lesz 1, 2, 3. Ez mi a szintén? Azt kell előfűzni, hogy itt a borítólapon, ami van, ugye, ezt tiszteletből tettük be. Önkéntes tűzoltó parancsnoki képzés 1880 akár mennyiből Udvarhelyen. Ugye, Udvarhelyszék, Udvarhelyen volt. 1880 akármi, és ez 2019-ben Máréfalván. Csak egy önkéntes tűzoltó parancsnok képzés, ami ugyanaz, csak modernebb változatban, ahol már magyarországi kollégák részvételével történt tulajdonképpen ez a képzők képzése program, amit említettem. Nagyon sajnálom, hogy lejárt az időnk, mert még volna miről beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióban. Én köszönöm a lehetőséget. További jó munkát kívánok. Köszönjük szépen. Köszönöm. Ennyi volt már az aktuális. Köszönöm szépen a figyelmüket, jövő héten újra jövünk. A viszontlátásra!